Kedves Marika néni, fogadja nagy tisztelettel és nagy szeretettel. Na, csokor virágot. Gombos István, humán ügyekért felelős alpolgármester jókívánságait fogadja 95. születésnapja alkalmából Horváth Jánosné Marika néni. A 40-es években a háború miatt kényszerült férjével együtt Dunaföldvárra menekülni. Ezt követően került Dunaújvárosba 25 évvel ezelőtt. Itt maradtunk menekülés után. Még egy kicsit összeszedtük magunkat, és akkor hát kezdődött az élet, mert mink bácskában mindent ott hagytunk. Ott maradt mindenünk, és akkor az volt a szerencsém, hát mindenféle munkát megfogtunk, mindent megcsináltunk. Az életért harcoltunk. Marika néninek két fia született. Jelenleg menye és családja segíti mindennapjait, akik minden nap meglátogatják a helyi idősek otthonában, ahol szívesen hódol hobbiának, a varrásnak és az olvasásnak. Mai napig is varrok még. Igen. Olvasni is szeretek, mikor van rá időm. De nem mindig van arra idő. Sokszor van program, valamit csinálunk, és akkor abban marad. De különben én ülve mindent el tudok végezni. Marika néni hozzátette, ezt a gyönyörű és tartalmas 95 évet bizton állíthatja, hogy családja odaadó szeretetének és a munkával teli éveknek köszönheti. Hogy átlátnak az Alföldre.